A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! A görögországi Akropolis a világ egyik leghíresebb ókori épülete. Nevének jelentése Felsőváros. Görögországban számos akropolis található, de méretei és kivitelezése miatt az aténi kitüntetett helyet foglal el közöttük. Az egykori fellegvár az európai civilizáció és demokrácia jelképe, és egyben Görögország szimbóluma is. Az épület együttest az időszámításunk előtt 5. században kezdték fellegvárrá alakítani. Miután a perzsák vereséget szenvedtek, a Periklész vezette aténiaktól. A népgyűlés Periklészt választotta a tervezett építkezések vezetőjének, a művészi kivitelezés irányítója pedig Feidiász lett. A földrengéseknek kitett területen való megépítéséhez mai szemmel is jelentős mérnöki tudásra volt szükség. Az épület számos olyan technikai megoldást rejt, mely évszázadokra feledésbe merült. Ásatások bizonyítják, hogy ahol az Akropolis áll, a 150 méter magas mészkősziklán már jóval korábban, az időszámításunk előtti 6. évezredben is laktak. Az Akropolis a 18. század végéig viszonylag épségben maradt. Az évszázadok alatt keresztény templomnak, majd török mecsetnek is használták. Az Akropolis legmagasabb pontján található a Parthenon. Ezt a templomot Pallas Athéné tiszteletére építették mindössze 9 év leforgása alatt. Ezen kívül az Akropoliszban található többek között Zeus temploma, Apropüleion és Niké temploma is. A fellegvár lábánál található az Akropolis Múzeum, ahol az antik időszak tárgyi örökségeit igyekeztek összegyűjteni az utókor számára. Ám a gyűjtemény legfontosabb darabjait a londoni British Múzeum őrzi. Ennek oka, hogy a britek a 19. század elején az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozó Akropolis nagy részét elbontották, és a legjelentősebb alkotásokat Londonba szállították. Az Akropolis másik népszerű látnivalója a 17 000 néző befogadására képes Dionüszos színház. Ez a színház az ókori Görögország legkorábbról fennmaradt szabadtéri színháza. Egy másik színháza a Heródes Attikus Odeon, egykoron egy 5000 fő befogadására képes fedett színház volt, amelyet ma nívós zenei műsorok megrendezésére használnak. Az Akropolis restaurációja csak a görögök felszabadulása után, a 19. század közepén kezdődött el. 1986 óta pedig az UNESCO világörökség része. Mához egy hétre ismét egy világhírű épületet mutatok be nektek, amelynek szintén érdemes lesz megismerni a történetét. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.